Hát úgy indult a tulajdonképpen a zenei pályafutásom, ami egészen a mai napig folyamatosan tart, hogy én azt gondolom, hogy az általános iskolai tanárok eljöttek annak idején az óvodába, és készítettek egy ilyen felmérést, hogy kik azok a gyerekek, akiknek jobb a hallásuk, szépen tisztán énekelnek, és azokat beválogatták az énekzenei általános iskolába. Ez a Garai János általános iskola volt annak idején, ahol én elkezdtem tanulni. Tulajdonképpen már innen indult az én zenei pályafutásom, hiszen emelt óraszámban tanultuk az énekzene tantárgyat. A zongora hangszer a mai napig egy meghatározó szerepet tölt be az életemben, hiszen saját magamat is szoktam a gyakorlásaim folyamán kísérni, illetve mint tanár nagyon fontosnak tartom, hogy a tanítási óra keretén belül szintén nyúljak a hangszerhez, és kísérjem a tanítványaimat is zongorán. Tehát ez úgymond egy globális együttműködés, illetve közös munka a tanítvánnyal, hogyha nem csak mint tanár a zongora mellől dirigálom a tanítás folyamát, illetve az éneklést, hanem én is aktívan részt veszek benne, mint zongora kísérő. Ne szaladjunk azonban ennyire előre. Aha. Hogyan is lettél tanár tulajdonképpen? Ugye középiskola Pécsett, és aztán... Középiskola, mint már említettem, ez egy szakirányú iskola volt, innen a diákok nagy része ugyanilyen szakirányú vonalon haladt tovább a felsőfokú tanulmányait illetően. Ez nem volt másként a mi osztályunk, illetve az én személyem terén sem. Amikor elérkezett a negyedik osztály, illetve pályaválasztás, akkor én is elgondolkodtam, hogy tulajdonképpen milyen szakon folytassam a tanulmányaimat. Mert az egyértelmű volt, hogy a zene lesz a továbbiakban is. Igen, ez megmaradt, bár a nyelvek iránt is nagyon nagy érdeklődést mutattam a középiskola folyamán. Szakmai tudásodat egyébként most hol kamatoztatod konkrétan? Szakmai tudásomat most, mint tanár kamatoztatom elsősorban. A Liszt Ferenc Művészeti Iskolának vagyok kinevezett tanára, és szeptembertől egész állásban fogok ebben az intézményben tanítani magánének tanárként. Emellett különböző fórumokon lehet velem találkozni, mint például szombatonként esküvőkön szoktam énekelni, valamint különböző kiállítás megnyitókon, kulturális rendezvényeken szoktam szintén énekelni. Számomra ezek az apró dolgok nagyon fontosak, hiszen a rutinszerzésben nagyon nagy szerepet játszanak. Mivel úgy gondolom, hogy művészként, hogy a szakmai rutint el lehet sajátítani, de olyan soha nem lesz az életemben, hogy én ne izguljak egy fellépés előtt. És ezek a megnyilvánulások nagyban hozzásegítenek ahhoz, hogy a szereplést szokjam, és a lámpalázat, az izgalmat egy picit csökkentsem minden egyes fellépésem előtt. Minden egyes alkalommal nagyon nagy hangsúlyt fordítok a felkészülésre. Ez szerintem amióta világ a világ, én ilyen voltam, és ehhez ragaszkodom is, hogy előtte egy kicsit bemelegítsek. Ez a hangképzésből áll, a hangomnak a bemelegítéséből áll tulajdonképpen. Tehát bármikor, amikor nekem szereplésem van, akkor én előtte arra elég komolyan felkészülök.